Nos hát, sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok, és ez egy vadonatúj videó. A mai napon pedig fent vagyunk a Hungary Life Next Generation szerverén. Ma is egy kis nyitás előtti videót láthattok, bemutatok egy pár mapolást, egy pár új autót, egy pár új látványosságot, viszont a mai napon, amikor kikerül a videó, vagyis 19-én megnyitja a szerver a kapuit. 14 órától az adminisztrátorok, a vezetőség, a frakció, tulajdonosok léphetnek fel. Azután pedig 14:30-tól felléphet mindenki, de azelőtt ajánlott már belépni a várólistába, és ugyanakkor, amikor a szerver nyitni fog, én már streamelni fogom az egészet, ezt nézhetitek YouTube-on is, és Twitch-en is egyaránt. És hogyha még nem regisztráltatok be a Next Gen szerverére, akkor ott használjátok mindenképp a Mervin201 kuponkódot, mivel 3000 dollár helyett 6000 dollárral fogtok kezdeni. Most pedig nézzük is meg, hogy milyen újdonságok vannak. Az a helyzet, Happy-kém, hogy nagyon sok bemutatni valónk van. Nem is tudom, hogy mivel kezdjünk. Mivel kezdjünk? Hát üljünk be kocsikba, mondjuk kezdjünk az autókereskedéssel. Bekerült jó, az jó. Új autókereskedés. Én megyek utánad, szerintem te jártasabb vagy azért. Most már tudom, hogy mi merre van körülbelül. Most a helyzet az, hogy hoppá. Azt keresztbe raktad, öcskös. Ez megy magától keresztbe, úgy van csinálva. Ja, oké. A helyzet a következő, hogy azért vannak még apró finomítások, amikken át fog esni a szendik. Várjál, már itt kocsit találkozó van. Biztos valami frakciónak az autói, nem tudom. Banda familiár. Tehát, hogy ilyen apró finomítások lesznek, a radaron meg ilyenek, de hogy összességben most már merre mész? Idejövünk. Itt van az autókereskedés. És igazából itt most van három autó, tök menő, tök szép. Ha idejössz, akkor így már innen tudunk autókat vásárolni. Ezt már láttad azért te is. Így van. Most kezdünk egyből a drága autóktól. Itt most már autókereskedésben is megtalálhatók a Brabuszok külön autóként. Vegyünk valamit? Hát én szerintem most nem veszek semmit. De itt van az M4-es, amit mutattam. És hogyha emlékeztek az előző videóból, akkor megtalálható az M3, G80, és megvan külön a G81 is, és most jönnek az olcsóbb autók, még nem hiszem, hogy bekerült az összes, mert azért szám szerint nincsen túl sok autó, szóval ezek még hátra vannak, de most már van egy elég szép kis választék. Mint például ez a jó kis 8-as BMW, a régi 8-as. És hát az autók erről ennyit. Lényegében itt kell majd vásárolnotok autót, és azért jó ez a hely, mert nagyon közel van a városházához. Nem is tudom, oda autóval menjünk. Ja. De viszont jövök veled szerintem. Jó, és itt található az új városháza, ami átalakult. Szerencsére átalakult, az előző nem tetszett. Itt tudjuk lecsekingolni a dolgokat. Az azért elég jól néz ki. Igen. Ez már úgy néz ki, mint egy városháza, nem? Hát igen, az előzőhöz képest, ami bekerült. Hoppá, bezárt valaki. Hey. Gyere, szállj ki. Ez a jó kis parkocska, amúgy tetszik a kivilágítása, főleg ezzel a Blummal benyomva nagyon jól néz ki. De ami igazán érdekel, hogy hogyan kell bemenni, úgy látom, hogy exterior. Igen, exterioros. A utasról ezt tudod, mit jelent? Be fog jelezni? Ide se jöhetünk fegyverre. Hallod ezt? Aha. Nehogy jöjjön a rendvédelem. Jöhetnek. Na már most itt nem tudom. Ja, van három NPC. Ezek mit tudnak? Már tudnak valamit? Ja, egyiknél munkát lehet felvenni. Az egyiknél az ingatlanokat. Opa. Ez még az iratos nincs. De van, iratok. Csinálok is a személyt. Meg is van. Legyünk legálba. Útleveled is van? Azt nem csinálok. Jól néz ki amúgy, felmentem az emeletre is, viszont ott nem találtam semmit. Lehet, hogy még lesznek interiorok, de az exterioros rész az szűken ennyi, és akkor ott fel lehet menni az emeletre, a lépcsőt követve. Kérsz itt térképet? Mi van itt térkép? Az a narancssárga, az térkép szerintem. Hát én eltalálok, köszönöm. Menjünk tovább, nézzük meg a tuningolót. Mit találtál? Semmi, menj csak. Jó, menem a táblákat. Mit csinálsz? Hé. New Rose. Nem, úgy nem láttam. Pocogtúrás. Úgy, az a poén, hogy az. A CJ házak körül vannak ilyenek, hogyha emlékszel. Nem tudom, ide miért kerültek. Gondolkodom, hogy miért, de nem. Kell egy kertész ide, vállalom. Járja, rossz irányba megyek. Előző videóban megmutattam a falusi tuningolót, most pedig megmutatom nektek a városit, ami itt található. Nem tudom, hogyha lesz más helyszín, de szerintem egyelőre ennyi. Dik. Kis oh, mentőkocsi. Ugye lehet most intézik a matricákat, lehet, hogy még nincsenek készen a dolgok, mert most még a beta teszt folyik a szerverem. Már elindhat, nézzek addig körül. Jó, nézelődjél. Jó, hogy nem buggoltottál be ezzel. Optikához jövök, mert itt vannak vagány dolgok a kocsira. Mint például ez a tető. Jó, ez nem tetszik mondjuk, menjünk tovább. Lehet lökhárítót venni, rá is veszem ezt. Custom lökhárítót is lehet, megveszem ezt. Custom spoiler. Amúgy több van. Aha. De megveszem a gyári evót, nekem azt tetszik a legjobban. Custom sárvédő, jól mutat. Kis rally art. Custom küszöb. Túl sokat nem ad hozzá, de megvesszük. És custom motorháztető. Vegyük meg ezt is.
Ez az Evo... Te, miért egy... Honnan RC kocsi? PPC-re egyet? Aha. De most nem látlak itt bent. És egyébként tök pacekos így ez az Evo. Szétadom. Annyi, hogy driftesre csináltam meg, ne kérdezzétek, hogy miért. De hogy ez most egy ilyen új autó, ami tök jól tud mutatni. És biztosan lesz haszna a szerveren. Szokásos kis index kidolgozva, sose csalódunk ezekbe. Mindenképp be fogok majd egy ilyet szerezni. Az milyen autó? Még egy Chiront vettél? De nézd a lámpáját. Azt figyeld. Ah, igen, hát ennek is megvan az indexe. Azért nem izgat ennyire ez a Chiron engem, mert ugye ez meg volt Hungry Life V3-on is. Jó, és már nem kell nagy zolni. Itt főként olyan autókat készítettem elő, látod? Amik eddig nem voltak meg Hungry Life V3-on. Na, mit is akartam én neki? Kórházat szeretném megmutatni. Kórház, ami egybe van a tűzoltósággal. Búcsút vettünk a városházától. Éjszaka nagyon jól néz ki. Nappal nem tudom, milyen lesz. De most szerencsére éjszaka van. Igen. Aki nem látta volna az előző videót, itt található a pláza. De nézze meg az előzőt. Most nem mutatom be úgy nagyon részletesen. Ez megtörtént a múltkor. Rendesen itt kéne legyen a tűzoltóság amúgy. De így meg sem mondanám, hogy írő Fire Station. Igen. De a tűzoltóság az átkerült ide. Ezt már messziről kiszúrtam. Ezt eddig nem láthattuk, ez egy újdonság a szájvejen. És most merész leszek és beállok ide. Úgy látom, hogy ez nem exterioros, interioros, de amúgy ez a része az exterioros. És ezek a garázsajtók majd lecsuklódhatnak. Lecsuktad? Nem. Valaki bezárt, meg vagyunk fitek. Valaki lecsukta. De milyen hangja volt, hallottad? Igen, van ahhoz is hangadva. Meg vagyunk figyelve. És akkor gondolom, itt fognak állni a tűzoltókocsik. Ez amúgy menő. Tetszik. És szemben megtalálható a kórház, ami már exterioros. Szóval még bele lehet sétálni. Békés csabai mentők? Igen. Szerdán? Na és akkor itt van a kórház, ahova be lehet jönni. Itt van a kis recepció, meg ilyenek. Kollega az már itt van. Igen. Jobbra megtalálható az ilyen mentős rész. Itt is ugye van egy ilyen garázsajtó, ami kinyílik. És akkor innen fognak indulni a mentők. Ez az Explorer, meg nem tudom, ez lehet, hogy mi majd mentőautó lesz, nem tudom. Na és akkor itt találhatóak meg az ilyen izéttermek, ahol állnak a betegek, ülnek a betegek. Most azt nem tudom, hogy hol a műtőterem. Amúgy ez jól néz ki. Mindegy. Ne. Mit láttál? Ez egy sonka. Nem sonka. Lehet, hogy abból lett textúrázva. Az egy darab sonka. Szerinted abból van? Igen. Az egy sonka. Mert ugye volt az a mészárterem az izében. Az egy sonka. Mindegy, ne foglalkozz vele. Milyen sonka vajon? A Zsozi atyának a sonkája? Atyám békén. Na de hogy nincs műtőterem. Most nem tudom, hogy itt fognak műteni, vagy lesz itt valami interior is. Azzal, de úgy menő. Tetszik nagyon ez a kórház rész. Nagyon chill vagy, tesó. Yeah. Ügyelj. Vizes a föld. Csúszik. Várjál már, hát ott a mentő. Tényleg? Jó. Tényleg szolgálatban vannak. Aha, ezek viszont már föl vannak matricázva. Jól néznek ki. Emergency paramedic. Adnám, hogyha csinálnak több fajtát, tudod, még néha sárgát is, meg más színűt is, de úgy néz ki, hogy egyszínűek lesznek. Dick. Ezt az eresatot nem láttam izébe, autókerbe. Ez komoly azért. Ez komoly. De ez valami ABT, vagy mi ez? Nézd meg. Ez valami extra, igen. De nem ABT, ez... Nem ír rajta semmit. Ez valami újfajta. Vagy lehet rá, gondolom, rakni kiegészítőt, mert lökös is más, meg hátul van ki spoilere. Igen. Látod? Látod, mik vannak előttünk? Elfelejtetted, honnan indultunk? Na mindegy, én eszedbe juttatom. Hogy honnan indulunk? Itt vannak a taxik, és nekem ez a Toyota a kedvencem. Én nem tudom. Ez tetszik a legjobban. Igen, nem tudom, hogy remélem ez vásárolható lesz a civilek számára, és biztos vásárolható lesz. Nekem ez lesz az első kocsim a szervre. Ezt jó jegyezzétek fel. Ezt én felírtam. Ez a Range Rover is menő, gondolom ez főnök autó lesz, meg vannak ilyen Cadillac-ek is. De nekem a Toyota... Hát ezt majd intézik. A Toyota a kedvencem. Nekem ez a Porsche. Ki tudja, lehet az is taxis lesz. Az lesz a főnök autó. Igen. Mit tudnánk még lecsekkolni? Én tudok egyet. Mi? K-val kezdődik és kaszinó a vége. Kaszinót szeretnéd megnézni? Ott az mi? Hol? Ott egy nagy... Menj balra. Ott a... Nem tudom, az garázsajtó mi ez? Ez itt.
Látod a táblát fölötte? Ez egy jel. Itt is kaszinó lenne. Nem tudom, de ez egy jel, hogy oda kell mennünk. Bemegyünk? Bemegyünk. Engedjetek be! Engedjetek be! Zárva van, zárva van. Jó van. Majd jövünk holnap. Nem fontos, hagyjad. Csap be. Drift. Ezzel nem lehet. Jó van akkor. Ez egy luxus S-osztály, aminek törött a motorház teteje valami. Összetörted az elejét. Elütöttünk egy szarvast. Beállunk ide a VIP helyekre. Itt az ajtóba kirakhatsz nyugodtan. Kész, már be is mentél? Én már megyek be, ne hülyeskedj. Szól a zene. Mi ez? Hogy néz ki már? Így nézze ki a GT5-ös kaszinó, vagy? Azt én nem tudom, ezt is megnézem. Sokkalj be! Már kérek én is. Bazeg! Ez elhozza amúgy, ez mindig megvan riggelve. Nem. De. Most duplázni 20, kell. 20, megállás. Ha 21-et húz. Hát te soha nyertem. Aha, nyertem 400 ezeret. Én most duplázok egyet. Visszahozom a bukót. De miért 10-ese van? Sokkalj be! Hát ezt nem hiszem! 21-et húzott. Igen. Mondtam, hogy megvan riggelve, gyere innenki. Megvan itt is a szerencsekerék, gondolom naponta egyszer lesz pörgethető. Ott van egy motor rajta. Az nem kell. Ott van. Ne. Ne. Tehát ilyen nincs. Mi nem kell. A motor. Te mit kérsz? Én. Rejtély. Motor lesz. Nem kell. Tehát ilyen nincs amúgy. Telefon. Nem. Prémium tapéta. Megmutatnád, hogy a gazdagék hol laknak? A gazdagék ott laknak, ahol én. Akkor hol laksz, mutasd meg. Jó. Várj, mi ez az épület? Ez valami rendőrségnek néz ki. De várj, nézz itt. Ez a rendőrség. Várj, a rendőrség épülete is új. Nem itt volt eddig, és... Ennyi autó, várjál már. Nem itt volt eddig, és nem így nézett ki eddig. Ja, ez interjúros. De úgy jól néz ki ez az épületke itt. Ja, várj itt a bejárat. Várj, gyors benézek, maradj itt. A rendőrség is elég faszabb belülről. Ja, csak itt be vannak zárva az ajtók. Hát akkor nem nagyon tudok körbenézni sajnos. De fasza, tetszik. Jól néz ki. Bejöttem egy fegyverrel a rendőrségre, na mindegy. Úgy így nézel ki, amúgy is, mint egy nyomozó ebbe a skinbe, szóval nem baj. Úgy igen, nem tudom miért ez a skin van rajtam, de tetszik. Ott egy bolt. Hol? Túloldalon. Itt most belépünk, ugyebár mondtad, hogy jöjjünk gazdagékhoz, elhoztalak a gazdagékhoz. Itt van egy kis ilyen gazdag negyed, egy ilyen... Hát sivatagi gazdag negyed. Igen, szupa szép. Aha, ez egy szupa szép. Okay, jól van. Aha, itt áll, most itt. Már látom, hogy hova érkeztünk, jó van, helyben vagyunk igazából. Itt már megkezdődnek a gazdag kecok. Figyelj, ez jó lesz neked? Nem, ez nem tetszik. Nem? Akkor megyünk egy másikhoz. Ezt kérem itt. Ezt itt balra? Aha, ezt a dupla garázsost. Na, figyelj, ide beáll az egyik Ferrari, oda a másik. ez tetszik, de a másiknak meg van medencéje, amit mutattál nekem. Végül, na mindig. Ennek is van, itt jobbra. Hát átjössz a szomszédhoz. Azt itt te fogsz lakni? Igen. Ja, akkor jó. Átjöhet. Itt most megkezdődnek az ilyen gazdag negyedi házak, szóval lesz egy jó pár. Ez a de ház de nekem egy ilyen házikók, ilyen érted beállóval. Ez szép. Na, nekem egy ilyen kell. Nagyobb az ablakod, mint másnak a háza. Amúgy igen. Ez se rossz itt. Ezek a fasz a házak szerintem itt. Ezek a beállósok. Ezek itt fönt, ezek elég jó. És ne feledjétek, gyerekek, július 19-én 14 órakor nyit a szerver. Legyetek ott a nyitáson, szerintem én streamelni fogom. És majd találkozunk akkor a szerverem. És amíg itt Happy lövöldözik, addig én elbúcsúzok. Opa, legyetek jók, sziasztok!